A Háttér Társasága melegekért nemrég elindította stratégiai pályáskedéssel foglalkozó projektjét. Ennek keretében a jogi diszkriminációt próbálják meg orvosolni nemzetközi és hazai szintén. Miben áll a stratégiai pályáskedés lényege? A stratégiai pereskedés mindig valami rendszer szintű problémát kíván megoldani, az általános pereskedés pedig egyének, individumok aprócseppű ügyével is foglalkozik. Milyen témákat választottatok ki? Amivel elindultunk most már, és folyamatban lévő ügyünk is volt, az a transzok átalakító műtéteinek a finanszírozása. Jelenleg a TB, a társadalombiztosítás 10%-ot fedez. Mi azt szeretnénk, hogy a teljes műtéti költséget biztosítsa az állam. Itt a Strasbourg-i esetjog mindenképpen előremutató, viszont nem jutottunk még egyelőre el addig. A másik ügy a partner gyerekeinek örökbefogadása volt, itt magyar jogszabály teljesen kizáró, tehát nem lehet Magyarországon semmiféle jogorvoslatot keresni. A harmadik pedig a mesterséges megtermékenyítéshez való hozzáférés, tehát az, hogy a leszbikus párok is igénybe vehessék ezt a szolgáltatást. Mielőtt Strasbourghoz fordulnánk, ennek előfeltétele, hogy a hazai jogorvoslati fórumokat ki kell meríteni, azaz lehet, azaz meg kell kísérelni azt, hogy Magyarországon elintéződjön a probléma. A magyar jog szerint ilyen esetben lehetőség van arra, hogy úgynevezett méltányossági kérelemmel forduljon az ügyfél a hatóságokhoz, tehát megkérelmezze a nem átalakító műtétet kérelmező személy azt, hogy a társadalombiztosítás részben vagy egészben méltányossági alapon mégis finanszírozza a nem átalakító műtétek költségét. Ennél az ügyfélnél ezt megkíséreltük, tehát egy kérelmet nyújtottunk be az egészségbiztosítási pénztárhoz, és meglepő módon a magyar állam helyt adott a kérelmünknek, tehát a engedélyezte méltányosságból a nem átalakító műtét megterítését. Tehát ez az ügyünk, ez a konkrét ügyünk, ez ilyen módon elakadt, mert az ő személyével szemben diszkriminációt nem tapasztaltunk. Mi a garancia arra, hogy a másik két témában nem ugyanígy fogtok járni? Mind a kettő jogszabály által kizárt, ami azt jelenti, hogy vagy az alkotmánybírósághoz jutnánk el, mehetnénk el, hogyha elmehetnénk, vagy a parlamentnél lobbiznánk, és a parlament megváltoztatná a jogszabályt. Erre most reális esély nincsen, tehát ott nem is kell megpróbálnunk semmiféle jogorvoslatot kimeríteni, rögtön lehet, hogyha van ügyfél a Strasbourg-i bírósághoz menni. Ha valaki csatlakozna ezekhez a stratégiai pályákhez, akkor mi a teendője? Kifejezetten egy kampányt indítottunk az embereknek a megszólítására, tehát mind az interneten, ilyen banner és hirdetés formájában, illetve különböző nyomtatott LMBT embereket megcélzó nyomtatott sajtótermékekben tettünk közzé felhívásokat, hogy jelentkezzenek a megfelelő kritériumoknak megfelelő emberek, tehát olyan transzneműek, akik orvosi beavatkozást szeretnének igénybe venni, olyan leszbikus párok, akik mesterséges megtermékenyítésben szeretnének részt venni. Tehát, hogyha valaki úgy érzi, hogy ezek a témák őt érintik, és személyesen elkötelezett annyira, hogy személyesen is részt vegyen egy ilyen eljárásban, akkor ha ír egy levelet a háttértársaságnak a jogsegélykukac.hu címre, vagy valamilyen más formában felveszi velünk a kapcsolatot, akkor elbeszélgetünk vele, megnézzük, hogy mennyire tényleg elkötelezette, hiszen ez egy egész hosszú távra szóló elköteleződés, egy-egy ilyen strasbourgi ügy akár éveket is néha igénybe vesz. Úgyhogy tehát megvitatjuk vele, hogy tényleg szívesen vállalja ezt, és vállalja az ezzel járó elköteleződést, és hogyha igen, akkor belevágunk vele egy eljárásba. A nevét eltitkolhatja, vagyis hát azt kérelmezheti, hogy a bíróság ne hozza azt nyilvánosságra, tehát hogyha van ellene, vagy van az ügyében döntés, akkor ott már akár teljesen kitalált betűk szerepelhetnek, akár a nevének a kezdőbetűi. A magyar állam felé viszont kommunikálni fogják az ő nevét, tehát a magyar állammal szemben nem lehet titokban tartani. Viszont a nyilvánosság elvileg kizárt ebben az ügyben. Más ilyen nagy elköteleződés egyébként már ilyen személyes részvételre nincsen szükség, tehát a Strasbourg-i bíróság előtt nem kell megjelenni, míg hogyha esetleg tart is tárgyalást a bíróság, amit nagyon ritkán tesz meg, azon sem kell az ügyfélnek részt venni. Az eljárás írásban megy, azt nyilván a jogsegélyszolgálat intézi. Milyen eredményre vezethet egy ilyen strasbourgi per az adott érintett és az LMBT közösségen belül sorstársak tekintetében? Hát ő közvetlenül érezheti az eredményt azzal, hogy a bíróság megítélhet neki kártalanítást vagy kártérítést, ami egy viszonylag nagyobb összeg, amit a magyar államnak ki kell fizetnie. Ez egy néhány ezer eurós tétel
biztosan. Az, hogy a sorstársaim mennyire közvetlenül érezhetik ennek az ügynek a jelentőségét, vagy egy nyert ügynek a jelentőségét, az azért időt vesz igénybe, mert hogyha a jogszabályváltoztatás kell, akkor ezt a jogszabályt meg kell változtatni a parlamentnek. Tehát olyan szinten nem hat rá a Strasbourg-i bíróság a magyar jogra, mint például az Alkotmánybíróság tudna egy jogszabály megsemmisítésével. Ezt a Strasbourg-i bíróság nem teheti meg. Tehát a magyar államnak végre kell hajtania, és hogyha a jogszabály módosítása a végrehajtás feltétele, akkor erről be kell számolnia, és ezt figyeli a Strasbourg-i bíróság, vagy a miniszteri bizottság, de nem, tehát nem az van, hogy akkor attól a naptól kezdve mindenkinek a TB finanszírozza a műtéti költségeit, és attól kezdve minden leszbikus igénybe veheti a mesterséges megtermékenyítést. Ugye közvetlenül az következik egy ilyen eljárás után, hogyha mondjuk a magyar állam nem lenne hajlandó mégsem jogszabályt módosítani, akkor bárki, aki hasonló helyzetben van, ugyanúgy Strasbourghoz fordulhat, ugyanúgy a több ezer eurós kártérítéseket a bíróság automatikusan nekik nagyon viszonylag gyorsan megítélné, tehát az államok ilyen szempontból érdekeltek abban, hogy ezeket a döntéseket végre is hajtsák. Szerintem annak kapcsán érdemes még egy kicsit arról beszélgetni, hogy milyen hatalmas jelentősége volt a Strasbourg-i bíróságnak az elmúlt 20-25 évben az LMBT embereket érintő kérdésekben. Tehát mik voltak azok a kérdések, amik Európában ma már rendeződtek mondjuk a Strasbourg-i bíróságnak a munkája eredményeképpen. Tehát ilyen volt például a 80-as évek elején az a döntés, hogy a homoszexuális szexuális aktusok nem büntethetőek. Ezt a Strasbourg-i bíróság mondta ki, és azt követően még számos ország volt, ahol a Strasbourg-i bíróság ítéletének következtében változtatták meg a jogszabályokat. Ugyanilyen ügy volt például a beleegyezési korhatárnak az egyenlő vététele, szintén Strasbourg 2000-es évek elején mondta ki ezt az alapelvet, és ez a magyar szabályozásra is alapvető módon hatott. Ugyanilyen volt például az alapvető döntése a Strasbourg-i Emberjogi Bíróságnak, hogy a transznemű embereknek lehetőségük van a nemüket jogilag is hivatalosan megváltoztatni, akár úgy is, hogy a megváltoztatás után az új nemük szerint házasságot köthessenek. Ez egy szintén a 2000-es évek elején hozott nagyon fontos döntés volt, ami alapvetően meghatározza, hogy azóta Európában milyen irányba mennek az LMBT ügyek. Tehát azt nem lehet mondani, hogy egy-két hónapon belül hirtelen minden meg fog változni, de hogy a Strasbourg-i Emberjogi Bíróság döntései középtávon, tehát egy néhány éven belül egész Európában érvényre jutnak, ezt azért mindenképpen meg lehet fogalmazni. Csak nemzetközi fórumokon, vagy hazai szinten is beeskedtek? Kivételes esetben hazai ügyeket is elvállunk, akkor, hogyha azokat is stratégiai jelentőségének tartjuk, tehát olyan kérdésekben vállalunk képviseletet, ami sok embert érint, tipikus vagy klasszikus probléma, és viszonylag nagy horderejű. Tehát nyugodtan fordulhatnak hozzánk azok is, akiket belföldön ér valamiféle diszkrimináció, hátrányos megkülönböztetés, vagy negatív gyakorlat, szexuális orientáció, vagy nem identitása miatt.